Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója október 2-án szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Megszépült. Felavatták a kívülről teljesen felújított Móricz Zsigmond művelődési házat. A 20 millió forintos beruházást a város finanszírozta. Zsibvásár. Az egészség és a szépség jegyében folytatódott az idősekért Nagykanizsán ünnepi hét. Gyalogló világnap. A 6 kilométeres kirándulás az egészséges életmódra és a generációk közti kapcsolatteremtésre is felhívta a figyelmet. Most pedig jöjjenek a részletek és további híreink. Befejeződtek a külső felújítási munkálatok a Móricz Zsigmond művelődési házban. A megszépült épületet tegnap avatták fel. A 20 millió forint értékű beruházást a város finanszírozta. Az ötszörös kóta aranyminősítésű árvácska dalkör előadásával kezdődött az ünnepség a felújított Móricz Zsigmond művelődési házban. Kiskanizsa népe már akkor is fontosnak tartotta, hogy művelődjön. Kiskanizsán 1870-ben alapították meg a Kiskanizsai Polgári Olvasókört, amely 1928-ban kezdeményezte a művelődési ház felépítését. Hatalmas összefogás valósult meg itt Kiskanizsán, nem csak anyagi téren, hanem saját munkával, társadalmi munkával, anyagmozgatással, szállítással is hozzájárultak, valamint 23 család a saját vagyonát tette föl zálogba, tulajdonképpen kezességet vállaltak a hitelre, amit felvettek, hogy az épület befejeződhessen. Ezt a kölcsönt később a Kiskanizsai Polgári Olvasókör bevételeiből fizették vissza. Az ünnepségen a művelődési ház ügyét támogatókról is megemlékeztek, köztük dr. Fülöp Györgyről, aki annak idején azt kívánta, legyen ez a hajlék örökre a kultúra otthona. Hiszem, és ez a 9 évtized megerősíti azt a hitet, hogy ez az épület, hogyha nem is örökre, de még évszázadokra a kultúra és természetesen az itt élő közösség Kiskanizsa népét, és nem csak Kiskanizsáit, hanem mindenkit, aki ide látogat hozzánk, szolgálni fogja. Az ünnepségen Balogh László, a Humán Bizottság elnöke, a kiskanizsaiak erős identitástudatát dicsérte, majd hozzátette, Nagykanizsa és a városrész a mindennapokban elválaszthatatlanul összefonódik. Az is jó, ha van saját önálló autonómiája, bár azt hiszem az annak idején, ott 150 évvel ezelőtt, ami volt önállóságban, az ideig óráig működött. Én hiszek abban, hogy együtt is tud létezni, sőt, nagyon is úgy tud létezni ez a két hely, Nagykanizsa és Kiskanizsa, ami egy hely. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, a 90 éves Móricz Zsigmond művelődési házat az épületben működő kulturális és művészeti csoportok, közösségek töltötték meg élettel. Él tovább. Önöknek, nem csak Kiskanizsának, Nagykanizsának is köszönhetően, mert azt lehet mondani, hogy bár a Kiskanizsai, aki elsősorban az épület, de számtalan városi ünnepség volt itt, számtalan ember jött ide önökkel együtt ünnepelni a városból, Nagykanizsa másik részéből, és ezt is meg kell köszönni, hogy ez a lehetőség megmaradt nekünk, nagykanizsaiaknak. A kiskanizsaiak ikonikus épülete tavaly jubilált, de a 90. évforduló óta folyamatban lévő nagyszabású felújítások miatt csak most tudták megünnepelni. A munkálatokra 20 millió forintot fordított a város. A régi palatetőt cserépre cserélték, és a homlokzat is megszépült. Hamarosan pedig a belső terek következnek. A Móricz Zsigmond művelődési ház fejlesztése egy olyan átfogó program része, amelynek keretében több intézmény és közterület újul meg, mint egy 360 millió forint értékben. Zsibvásárt tartottak tegnap az idősekért Nagykanizsán ünnepi hét keretében. A résztvevőket az egészség és szépség jegyében szervezett termékbemutató is várta a HSMK-ban. A
A Belvárosi Nyugdíjas Klub Gyöngyvirág tánccsoportja alapozta meg a vásár hangulatát, majd köszöntőjében a polgármesteri hivatal humán és hatósági osztályának vezetője egy japán bölcs szavait idézve azt mondta, az élet értékét nem a hosszában, hanem a minőségében kell mérni. 3 évvel ezelőtt találtuk ki, hogy megpróbáljunk az idősebb hölgyeknek is egyfajta kellemes délelőttöt kitalálni a szépség, meg a vásárlás, meg minden olyan nőies dologban, ami azt gondolom nem korhoz kötött. És hát bejött ez a dolog, mert most már ez 3. évben van, de minden évben nagy látogatottságnak és népszerűségnek örvend. Az idősödő kanizsaiak szívesen vesznek részt az ünnepi hét programjain. Tegnapi ünnepi nap után, a mai ez megint egy nagyon jó, tehát sokrétű, nagyon jó érezzük magunkat. Színesítették ugye most a táncosok, de nagyon sok látnivalónk van, meg vásárlási lehetőség. A standokon dísztárgyak, sajtok, szépítkezőszerek és kézműves kellékek is sorakoztak. A kínálatban mindenki találhatott kedvére valót. Közösen túráztak fiatalok és idősek a gyalogló világnapon. A résztvevők az Erzsébet térről a Csónakázótóhoz kirándultak, ahol természetesen csak a nyújtást követően meg is ebédeltek. A jó hangulatról az Édes Kettes zenekar gondoskodott. A hátizsákok mellett a túrabotok sem maradtak otthon, egy születésnapot ünneplő társaság pedig színes lufikkal várta a kirándulást az Erzsébet téren. A 6 kilométeres, könnyed kirándulásra olyanok is vállalkoztak, akik amúgy a szabadidejükben 20-30 kilométereket megtesznek, annyira szeretik a természetet. A csendet, a madarakat, a fákat, az erdőt nagyon-nagyon imádok ott bent lenni, nyugalom van, és felszabadult az ember. Annyira jól érzem magam kint a természetben. A gyalogló világnap alkalmából minden évben meghirdetik a közösségi sétát, amelyhez szívesen csatlakoznak a kanizsaiak. Az iskolában mondták, hogy lesz ez a rendezvény, és azért csatlakoztam hozzá, mert ugye pláne a mai világban én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem mindig autóval járjunk, hanem gyalogoljunk is, és hogy képviseltessük magunkat, akár fiatalok is ezen a rendezvényen, sőt, inkább fiatalok, hiszen ez a mi generációnak úgy gondolom még fontosabb, mint az idősebbeknek, mert sokkal mozgásszegényebb életmódot folytatunk. A program egyrészt az egészséges életmódra, másrészt a generációk közti kapcsolatteremtésre is felhívja a figyelmet. Amikor kézen fogjuk a gyermekünket, unokánkat, vagy épp a feleségünkkel, azt mondjuk, hogy teszünk egy néhány kilométeres sétát, és tudjuk, hogy az milyen jó. Mert hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, örömteli pillanatok, annyi boldogság hormon termelődik ilyenkor az emberben, hogy csuda. Utána könnyebben éljük az azt követő órákat, napokat. A túrázók körülbelül egy óra alatt értek a Csónakázótóhoz. Az önkormányzati vendégháznál rövid pihenő várt rájuk, majd a program sportos részét levezető tornával zárták a résztvevők. Voltak, akik már a hétvégén sokat gyalogoltak. Látnivalókkal tarkított útvonalakon rendezték a 29. kanizsa teljesítménytúrát. A résztvevők 10, 20 és 30 kilométeres távot teljesíthettek a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Kanizsa Kultúra Egyesület által szervezett programon. Általában 200-nál is több természetbarát vállalja az őszi gyaloglást, melyre a helyiek és a környékbeliek mellett a szervezők távolabbról is várnak túrázókat. A cél, hogy a résztvevők jobban megismerjék Kanizsa és környékének természeti és épített környezetét. A mezőgimnázium rajtjából indulva a megszépült környezetű Csónakázótó mellett haladnak el túrázóink, majd a Bagolai hegyen, Bagolán, a Szigecskei réten, a Liszói szőlőhegyen. A Romlottvár egykor szebb napokat is látott épületét is megtekinthetik, a csodálatos miklósfai parkerdőbe is benéznek. Aztán a sitaket öreg fái mellett elhaladva már a célba veszik az irányt. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Mesterhegedűk. Új hangszereket is avattak a Zene Világnapján rendezett koncerten a zeneiskolában. Fecskeavató. A hagyományteremtő programon a 8-asok rozganyisokká fogadták az elsősöket. Megújult, és ezentúl az egyik országos hálózatot erősíti a királygyógyszertár.
A változás a vásárlók érdekeit szolgálja, a betérők pedig továbbra is ugyanazzal a segítőkész csapattal találkozhatnak. Nehéz időszak állapotik a munkatársai mögött, az átalakulás sok munkával járt. Azt szokták mondani, hogy semmi sem olyan állandó, mint a változás, és szerintem minden változás az esetek többségében azért jót és újat hoz, és én is úgy gondolom, hogy az elmúlt Király gyógyszertár életében ez 21 évet jelent, tehát 21 év elteltével léptük meg ezt a változást, de én azt hiszem, hogy ez mindenkinek az örömére, legalábbis bízom benne, fog szolgálni. A gyógyszertár vezetője a tegnapi ünnepségen a referencia patika tanúsítványt is átvehette. Az Alma gyógyszertárban lehetőség van szabad polcos termékek megvásárlására, de hogy szerencsére ez messze áll a drogériától, hiszen az különbözteti meg tőle, hogy az Alma gyógyszertárban egyetemet végzett szakemberek állnak a betegek és a vásárlóknak a segítségére. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a klasszikus gyógyszertári modellhez képest ezt az értéket megőriztük, tehát továbbra is a szakmai segítségnyújtás az megtörténik a gyógyszertárban, viszont lehetőség van arra is, hogy az erre alkalmas termékkategóriákból a vásárlók önmaguk válogathassanak és kedvük szerint válasszanak. Németné dr. Ignác Andrea 2016-ban elnyerte az Aranyanyú díjat, évek óta pedig a nagy sikerű Királynői Klub szervezője. A gyógyszertár vezető tevékenységét Szőlősi Márta, a Vöröskereszt területi szervezetőnek vezetője is megköszönte. Új mesterhegedűkkel ünnepelték a zene világnapját a Farkas Ferenc zeneiskolában. Az intézmény a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány jóvoltából 3 új mesterhegedűvel, valamint egy felajánlásnak köszönhetően további 2 hegedűvel gazdagodott. Új mesterhegedűkkel a kezükben ünnepelhették a zene világnapját a növendékek a Farkas Ferenc zeneiskolában. A hangszereket a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány biztosította a fiatalok számára. Külön kérésük volt, tehát ők fordultak hozzánk igénnyel, hogy ilyen és ilyen szükségletük van, tehát a kis gyermekeknek lenne szükségük most hegedűre. Ezért céloztuk meg ezt a réteget. Az alapítvány 1992 óta segíti a zeneiskola működését, a hangszerek állapotának, minőségének javításával. Az újonnan átadott darabok Szabó Sándor hegedű készítőmester alkotásai. Az intézmény további 2 hegedűvel is gazdagodott. Ezeket az egykori igazgató, Fentős Ferenc özvegye ajánlotta fel. Nagyon örülünk, hogy a felesége özvegye Gizi néni átadta a zeneiskolának, hiszen Feri bácsi, Fentős Feri bácsinak az egész élete az a zeneiskolához kötődött, és személyesen is nagyon jól ismertem, tehát ez egyfajta emlék is. Az alapítványa felajánlott hegedűk közül Fentős Ferenc mintegy 150 éves francia mesterhegedűjét is felújíttatta, amit szintén megszólaltattak az eseményen. A Quattro Archi klasszikus zenei koncertje zárta a zene világnapját a városban. A Farkas Ferenc zeneiskola tanárainak vonós négyese a református templomban lépett fel. A zenerajongók egyebek mellett Dvorzsák D-moll kvartettjének második tételét, valamint Borodyin D-dur kvartettjének első tételét is hallhatták. A rendezvényt a Krátki István Zenei és Kulturális Egyesület szervezte, a koncertet a város önkormányzata is támogatta. Színes programokkal várja a látogatókat ősszel is a Túri György Múzeum. A következő hónapokban több kiállításnak, valamint számos előadásnak, kötet bemutatónak és emlékkonferenciának ad majd otthont az intézmény. A programsorozat tegnap kezdődött a 110 évvel ezelőtt született Ősze András szobrászművész alkotásait bemutató tárlattal. A Magyar Plakátházban október 18-án képzőművészeti alkotásokból nyílik kiállítás. A Magyar Festészet napjához első alkalommal csatlakozik az intézmény
ezért ebből az alkalomból nem csak Kossuth és Munkácsy díjas festőművészek munkái láthatók, hanem az Én világom címmel pályázatot is hirdetnek általános iskolások számára. A vízfestékkel, temperával készült műveket október 10-éig személyesen vagy postai úton várják a múzeum dolgozói. November 22-én szintén a Magyar Plakátházba hívják a kultúra iránt érdeklődőket, akkor Olasz Ágnes fotóművész képeit mutatják be. A múzeumi esték sorozat keretében régészettel és a fürdőkultúrával kapcsolatban tartanak előadást. Október 22-én az 1956-os forradalom évfordulójának alkalmából Balázs László emlékkonferenciát rendeznek, melyhez kapcsolódóan emléktáblát is avatnak. A programok között szerepel még két kötet bemutató, ingyenes tárlatvezetés, valamint kézműves foglalkozás is. A kiállítás megnyitók előadások mellett felhívnám a figyelmet, hogy minden második szombat családi szombat a Túri György Múzeumban, így ekkor ingyenes a családok számára a belépés. Várjuk szeretettel a látogatókat október második szombatján, november második szombatján és december második szombatján is. Emellett a gyerekeknek is kedveskedünk több foglalkozással. Egy új kezdeményezésünk az úgynevezett Bőrönd Múzeum, amivel az a célunk, hogy a múzeum tárgyait elvigyük azokhoz, akik éppen nem tudnak bejönni, vagy nincs lehetőségük eljönni a múzeumokba. Fecskehavatót tartottak a Rozgonyi iskolában. Az intézményben első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a programot. A rendezvényen a nyolcadikasok fogadták rozgonyisokká az elsősöket. A legkisebbeknek pedig különféle játékos vetélkedőn is bizonyítaniuk kellett ügyességüket. A diák önkormányzat által rendezett program célja, hogy az első osztályosok minél jobban érezzék magukat az iskolában, és aktív részei legyenek a közösségnek. Fogadalomtételre is sor kerül, és akkor ezt a fogadalomtételt emlékbe hazavihetik a gyerekek, és akkor reméljük azt, hogy amikor vagy érettségiznek, vagy valamikor visszaemlékeznek az első alma máterükre, tehát az iskolájukra, akkor tehát örömmel fognak erre az alkalomra, eseményre emlékezni. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Megszépült. Felavatták a kívülről teljesen felújított Móricz Zsigmond művelődési házat. A 20 millió forintos beruházást a város finanszírozta. Zsibvásár. Az egészség és a szépség jegyében folytatódott az idősekért Nagykanizsán ünnepi hét. Gyalogló világnap. A 6 kilométeres kirándulás az egészséges életmódra és a generációk közti kapcsolatteremtésre is felhívta a figyelmet. Ez volt a Kanizsa TV híradója október 2-án, szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!